A jövőben újabb középiskolával bővő városunk mikorra tervezik az indulást? Az idén iskolánk 10 éves, és nagy örömünkre szolgál, hogy az eddigi sikereink eredményeképpen gimnáziumi tagozattal bővülhet. A beiskolázási időszakot elindítottuk, és a 2023-24-es tanévben fog elindulni a középiskola. Itt a Szent Háromság téren a kastély régi szárnya évről évre szép fokozatosan meg fog újulni, és itt kap helyet majd a gimnáziumi tagozat. Ahhoz, hogy egy intézmény létrejöjjön, nagyon fontos, alapvető dolgokra van szükség. Épületre, fenntartóra, aki anyagiakban támogatja a kezdeményezést, és hát természetesen szakképzett pedagógusokra, és hát nem utolsó sorban a tanulókra. Mi már nagyon sokat dolgoztunk ezért, a folyamat az korán sem zárult le. Hát most indul a középiskola, az elkövetkező 4 évben fog majd kiteljesedni ez a munka, és hát ebbe még nagyon sokat bele kell fektetni évről évre. Egyelőre egy 9. osztályt indítunk, azt, hogy mit hoz majd a távoli jövő, azt nem tudhatjuk, látjuk, hogy az általános iskolánk is 1 osztállyal indult, aztán ebben az évben, a 10. évben meg 2 első osztállyal tudtunk indulni. A 9. osztállyal újabb pedagógusok felvételére lesz szükség, de nagyon nagy szerencsénk van, mert a legtöbb pedagógus az általános iskolai tagozatunknak már oszlopos tagja, akik nem feltétlenül teljes állásban töltik be itt a munkaidejüket, tehát van még kapacitásuk a bővülésre, és hát természetesen lesznek újabb szakos felvételek is a nyár folyamán. A gimnáziumi tagozaton is szeretnénk folytatni azt a munkát, azt a fajta értékrendet, amit az általános iskolai részen már kialakítottunk, és amelyet nagyon sikeresen végzünk. Nagyon elégedettek a szülők velünk, és ez is adta azt a fajta lendületet, hogy elindítsuk ezt a hatalmas munkát. Egy olyan iskolát álmodtunk meg, egy olyan középiskolát, ahol a fiatalok keresztény értékrendben tanulhatnak tovább, ahol jól érzik magukat, egy jó közösségre találnak, aktív lelki életet élhetnek, ahol személyes odafigyelés van, ahol a differenciált oktatás megvalósul, és nem utolsó sorban, ahol egy olyan közösség tud kialakulni a fiatalokkal, családjaikkal, ami a folytatása az általános iskolai remek közösségnek. Egy másik különlegessége lesz a középiskolának, hogy színes nyelvoktatás fog zajlani. Többféle nyelvet, idegen nyelvet lehet majd tanulni az iskolában. Lehet folytatni a németet, mint haladó nyelv, akár csak az angolt, ami általános iskolánkban is angolt tanulnak a gyerekek, de második idegen nyelvként az angol mellett lehet választani, illetve a német mellett lehet választani majd franciát és olasz nyelvet is. Természetesen az érdeklődésnek megfelelően fognak elindulni a csoportok. Az iskolánk neve kiegészül, Cucor Gergely Katolikus Általános Iskola és Gimnázium lesz. A szülők és a gyerekek hol tájékozódhatnak az iskolával kapcsolatban? Az iskola honlapján, Facebook oldalán, de személyesen is van lehetőség találkozni az iskola pedagógusaival, vezetőivel, akár tanulóival. December 8-án lesz itt az iskolában tájékoztató a szülőknek és a fiataloknak, 9-én pedig nyílt órák, illetve kint leszünk december 6-án a továbbtanulási expón is. Hatalmas lehetőség a családok számára, hogy itt tanulhassanak tovább a fiatalok helyben, a városban, és ezért várunk mindenkit nagyon sok szeretettel a rendezvényeinkre.